Igen, végül a sötét erőknek, és ez, mint mondtam, az emberi elme táplálja csak tovább ezeket. Hogyan kezeljük? Most már azt hiszem, meg tudod te is erre adni a választ. Nézd meg, hogy mitől félsz. Nézd meg, hogy ezek a félrevezető hamis profizmusok, a hamis biztonságérzet, a külvilágra való beteges támaszkodási vágy, ezt kell elengedni, hogy nem vagyunk erőnkben. Mit kell ezeknek mondani? Majd a Szonya, én te is mondom, hozzám nyúlsz, kisfiam, letöröm a kezed. Nincs hozzászokva a sátán. Letöröm a kezed. És ez nem fenyegetés. És akkor még egy, minél magasabb a tudatosság, annál kisebb esélye van ezen az idősíkon lenni. Tehát minket úgy kezdenek, hogy egy láthatatlanok vagyunk számukra, és mintha mindig lenne egy kis kapu, mindenki áll itt San Diego-ban, főleg fekete maszkokkal, ami mindig a memo az, hogy jaj, jön itt a madárinfluenza, jön a szart, a búrádban van a madárinfluenza. A te félelmeid, a te megalkuvó, becstelen gerinctelenséged, az a madárinfluenza. Azért lehetett eddig az embereket kontrollálni, mert az elméjükben gyengék voltak. Jó? Tehát mi hiányzik innen? Tudatosság, személyes erő, magunkért való kiállás. Miért nem állunk ki ma? Erre mondtam az egyik, még a publikus YouTube vizek, miért nem mondasz nemet? Mert félsz, de mitől félsz, hogy az a seggfej azt mondja, hogy ki vagy rúgva? Igen, és akkor erre mondom én, hogy God is the source of my supply. A teremtő az én ellátásom forrása, nem pedig ez a csicska, és eddig ez hiányzott. A teremtő, az igazság, a fény az én ellátásom és biztonságom forrása, nem egy vadászrepülő. Oké? Kezd kicsit összeállni a kép? Jó? Tehát mit akkor ezeket kell? Rég nincs már mind. Ami van, az egy szimuláció, és azt kérik az égiektől, hogy vállaljunk már magunkért felelősséget. Vállaljuk már vissza az erőt, és mondjunk nemet. Minél inkább az ember integrált, annál kevésbé kell nemet mondani, mert annál inkább az lesz, ahogy az egy organikus, békés világban van. De oda el kell jutni. Tehát először a fizikai síkon kell megtanulni, kiállni magunkért. És hidd el, mondok nektek még valamit. Az ördög gyáva. Nincs vér a pucaljában. Nincs. Azt mondják, hogy bú, lehet, hogy először elkezd fenyegetni, utána azt mondják, hogy bú, elfut minden kis izé. Gyávaság. És ez hiányzott belőlünk, hogy nem mondjuk neki, hogy bú, takarodj, mert letöröm a kezedet. Hát, és ez nem agresszivitás, hanem ez az a righteous anger, mert az Isten és a teremtői kollektíva is mérges. Mert eddig mi volt? Gúnyt űztek belőlük. A sátáni rendszer gúnyt űzött az egészségből, gúnyt űzött az igazságból, gúnyt űzött az emberből, gúnyt űzött az organikus életből. Oké? Érzitek? Durva? Nagyon jó. Legyen durva, mint a smirgli. Neszetesség. Itt van. Nem köhécselünk, hanem bele az orrába. Érzik az orra, szíve, mi történt? Hülyeséget beszél, az történt. Miki, eltom a diákhitele sztorim. Igen, mondok egy gyorsat. Minél tisztább az elme, és ez egy process, ezt én értem. Ezt tényleg nekem nem kell mondani, mert én ezt értem. Ma jó fej vagyok, holnap eltaknyolok és félek, visszaszaladok az egérjükbe, integrálok, kijövök, és így nem, már nem félek. De ezt értem. 1997-ben kezdtem el a villamosmérnöki kart Chicagóban. Azelőtt az Észak-Karolinai Állami Egyetemen végeztem. 2 évet voltam ott a villamosmérnöki karon, aztán mondtam, hogy nem. Na, egyszer, mint 100, több 10 000 dolláros adósságom, diák hitelem gyűlt össze, és akkor szépen havonta törlesztem, és most van még, vagy volt
$30,000 hátra. Jó sok pénz, $30,000, úgyhogy én már 2000-ben végeztem. 24 év után még $30,000 tartozásom volt, diákit. Minden ilyen hitel, legyen az a házra, legyen az banki hitel, az egy nagyon magas szinten, aki tudja, ez az illegális. Illegális. A bankrendszer, a bankok viselkedése, az adózás, ez mind emberellenes, istenes és illegális. Na most ezt én tudtam. És az történt, hogy hogy az én elmémben formáltam ezeket a struktúrákat, már nem féltem attól, hogy jaj, mi lesz, olyan sok tartozásom van, jaj, Istenem. Teremtő volt az én ellátásom, forrása, nem az a másik ember. Kaptam egy levelet, most már 6 hónapja talán, nem tudom, valahogy úgy. És azt mondták, hogy persze hivatalos szöveg, tudod, hivatalos szövegek szeretnek nagyon fontosan meghangzani. Tisztelt Szentes úr! Tudod, csak akkor mondja a hülyességet, azt mondják, hogy ezzel ünnepélyesen eltöröljük az ön diák kölcsönjét. Csak így. Egyszer csak eltörölték, mert már nem hittem benne, és mivel már a rezgésen fölment, tudtam azt, hogy ez egy illegális struktúra, és már nem veszek részt ebben az alacsony rezgési világban, el kellett, hogy tűnjen. Meg kellett, hogy szűnjön. Meg kellett, mentesülnöm kellett tőle, mert inkompatibilis volt a teremtői igazság egy alsóbb rezgésvilággal. Oké? Ez fog történni veletek is, hogyha tényleg mélyre mentek, és nem ijedtek meg, és azt mondják, hogy nekem kell az igazság, én a teremtőt szolgálom, én jó életet akarok, én békét akarok, meg fog adatni mindaz. És ezek a vadászrepülős sztorik egyszer csak úgy olyan mintha levegővé válnának, úgy elveszítik a foganatjukat, elveszítik az erejüket, és elmúlik az életedből. Biztonságban leszel, mikor az elmédbe már nem félsz.